Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 14-ig. Először elmondanám azt, hogy mit üzennek a csillagok. Május 10-én Nunki csillag hatása alatt állunk, és ez utal egy helyre, ami erőt ad számunkra. Május 11-én a Hold eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a Földhöz. Ez egy Lilith energia, itt vannak álmok, tervek, vágyak, és mivel a Hold közel van a Földhöz, ez az álom megvalósulhat. Május 12-én vannak feszültségek, különösen ami az otthont, a családot illeti. Május 14-én Merkur bolygó megáll egy pillanatra, utána előre halad, majd utána így előre mennek az események. Itt látható a képen ez a légesystem, így mondjuk németül, nem tudom, hogy tudnám ezt magyarra lefordítani. Minden esetre az a fontos, hogy itt láthatóak a napok. Minden nap felett uralkodik egy bolygó, vagy a nap és a hold. Hétfőn a hold uralkodik, kedden Mars bolygó uralkodik, szerdán Merkur bolygó, csütörtökön Jupiter bolygó, pénteken Vénusz bolygó, szombaton Szaturnusz bolygó, és itt középen látható a nap szimbóluma, ami uralkodik vasárnap felett. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Hétfő. A hold uralkodik a hétfői napon, utal az anyukára, utal az anyai érzelmekre, de szimbolizálja általánosságban az érzelmeket is. Itt egy gyermek látható, ez lehet egy anya-gyermek kapcsolata, lehet egy kisbaba születése, vagy utal az érzelmekre, az ártatlanságra. Ez a gyermek jelenthet egy új kezdetet, hogy hétfőn szeretnél valami újat indítani. Kett, az Mars bolygó hatása alatt van. És az jól passzol ehhez a férfihez, hiszen Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat, tehát kedden ők állnak a középpontban. Ez a férfi lehet a lelki társad is, hogy keresi veled a kapcsolatot, feléd tekint, aktív lesz. Szerda, Merkur bolygó hatása. És itt is jól passzol ez a levél, hiszen Merkur bolygó jelenti a kommunikációt, vagy szerződéseket, cselekvéseket, és szerdán várható egy levél, vagy egy meghívás, vagy egy szerződés. Csütörtök, az Jupiter bolygó hatása alatt van. Itt te vagy látható, ha te egy hölgy vagy, és csütörtökön te állsz a középpontban. A héten lesz itt kapcsolat közte és közted, várható ez a hír, és várható egy új kezdet. Péntek, Vénusz bolygó hatása. Itt látható ez a kutya, ez utalhat természetesen a házi állatokra is, de jelenti a hűséget, és kihat a párkapcsolatra. Sőt, itt a gyermek jelenti az ártatlanságot is. Amit ez a kutya még jelenthet, baráti kapcsolatok. Vagy itt egy levél, egy üzenet, és itt van ez a barátias hangnem. És most megtekintjük azt, hogy mi várható szombaton. Itt a kulcs látható,
Ez jelenti az ő magabiztos fellépését és nyitottságát, de jelentheti a te nyitottságodat. Itt ezzel a kulccsal ki lehet nyitni valamit, ezek az ajánlatok, ezek a lehetőségek. És most megnézzük, hogy mi várható vasárnap a nap energiája. Itt láthatóak az egerek, és úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek el tudnak vasárnap bizonyos kapcsolatokat, dolgokat távolítani, ami eddig esetleg kellemetlen volt, és ezzel a kulccsal le tudod zárni ezeket a kapcsolatokat, ezeket a dolgokat. Mivel az egerek eltávolítanak valamit, az lehet, hogy hiányzik valami. Például egy találkozás, vagy vannak félelmek, hogy ő elveszít téged, vagy te veszíted el őt, hiszen az egerek jelenthetnek veszteséget, de az egerek bizonyos dolgokat is el tudnak távolítani, ami eddig kellemetlen volt, tehát tudnak segíteni. Itt látható ez a férfi és te, abba az irányba tekintetek, ahol vagytok, tehát ő is mutatja azt, hogy érdeklődik irántad, te is. Itt biztosan lesz egy hír, egy levél, egy új kezdet, és az egerek vagy segítenek, vagy nem, attól függően, hogy milyen helyzetre hatnak ki. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!